Tisztelettel köszöntöm Önöket, a Szemlélek lapigazgatója Gégény István az egyik vendégünk, Nagy Attila Tibor politikai elemző a másikuk. Jó estét. És hát az uniós csúcs eseményeivel kezdjük ezt a beszélgetést, ahol Orbán Viktor arra számított, hogy 3 pontban is támadás éri, de egyelőre mindcsak az egyetértéséről biztosította az uniós vezetőket ő maga. Nem először fordul elő, hogy nagy-nagy csinadatta után, és majd mi magyarok megmutatjuk, Orbán Viktor mégiscsak beleegyezik egy közleménybe, illetve következtetésekbe, amelyek azt is tartalmazták, hogy az Európai Unió kiáll Ukrajna mellett. Sőt, ugye annak idején Orbán Viktor feltételekhez kötötte volna még azt is, hogy Ukrajnával egyáltalán elinduljanak a csatlakozási tárgyalások. Ez ugye tavaly évvége felé volt, aztán valahogy mégiscsak ugye kiment kávézni, és akkor hát belenyugodott. Most nem volt kávé, viszont jelek szerint teljes egyetértés van abban, hogy Ukrajnát addig és úgy, ahogy neki kell, támogatja az Unió. Hát, hogy az az egyetértés mennyire konkrét, vagy mennyire általános, ez egy nagy kérdés, de azért az eredeti kérdésfelvetéshez sajnos azt vesszük észre egyre másra, hogy egy szlogenje lehetne a magyar kormányzatnak az, hogy ha nincs csata, akkor majd csinálunk. Tehát, hogy nem azért gyűltek össze az Unió vezető miniszterelnökei, hogy egymással viaskodjanak, hanem hogy megtalálják a béke teremtésnek a lehetőségeit, hogy minél hamarabb véget érjen a háború. Senki nem háborúpárti azok közül egyértelműen, akik ott voltak. És ez is lett egyébként az eredmény. Tehát az első megállapodás, hogy megszületett, és egyhangulag született meg, tehát Orbán Viktor is csatlakozott hozzá, az elkötelezte mindenki magát azért, hogy abban támogatják Ukrajnát, hogy minél hamarabb ő maga próbáljon valahogyan túl lenni az az egészen. Nyilván itt a nagy kérdés ez az ő maga, tehát meddig tart az a bizonyos segítség? Mit jelent konkrétan az a segítség? Egy kicsit általános az a szöveg, de szerintem örülnünk kell annak, hogy egység van az Európai Uniós vezetők között, úgy, hogy Orbán Viktor is nem ment ki kávézni, hanem ott van. Ez egy kis győzelemnek tűnik az én megközelítésemből. Azért lássuk meg, hogy a másik két témában ugye még majd mi következik, a migráció meg a migrációról beszéljünk is két mondatot, már csak azért is, mert azért azt nem lehet mondani, hogy amit 2015-ben Orbán Viktor a migráció kapcsán megjósolt, az nem lett valóság Európa szerte. Tehát a német kormány válsága és az AfD előretörése egyebek mellett pontosan azért van, mert hogy túl sok lett a menekült, lehet migráns, lehet menekült, kívülről máshonnan érkezett polgár Németországban, és ezt nagyon nehezen viseli bizonyos politikai körök ott is. És hát látjuk a különféle gondokat Franciaországban, Svédországban, bár ez utóbbi hely inkább riogatás tárgya, és nem annyira a valóságos problémák tárháza, de amiről beszél most Európa, az az, amiről Orbán Viktor beszélt 2015-ben, hogy hotspotokat kell létrehozni, nem szabad beengedni a menekülteket, előbb meg kell nézni, ki kicsoda, honnan jött és miért. Ugye az olaszok elkezdték Albániával most ezt a folyamatot. Azért teljes egység még Ukrajna kapcsán sincsen, aztán mindjárt rátérek a migrációra, hiszen az, hogy mi lesz a béke alappal, aztán például a Oroszország vagyonának befagyasztásából származó kamatok felhasználásával itt azért voltak viták, tehát meglátjuk, hogy itt lesz előre. Hát az utóbbival jogi vita is van, hogy persze, lehet, vagy nem lehet tehát egyáltalán. Csak azért mondom, kicsit hűtenem kell a lelkesedést, de akkor rátéve a migrációra. Hát valóban a lelkesedés egyébként a bevándorlás iránt is sokat csökkent Európa szerte. Németországban is már jóval-jóval sötétebb és borúsabb a hangulat a bevándorlás kapcsán, mint 2015-ben. Emlékezzünk, hogy 15-ben a nagy hullám idején tapssal fogadták nem egy németországi állomáson a bevándorlókat. Hát most erről már szó nincs. Olyannyira nincs szó, hogy például Németországban maga már a szociáldemokraták kancellárja is arról beszél, hogy nagy tömegben kellene visszatoloncolni, visszaküldeni az illegális migrációt, és hogy csökkenteni kell a bevándorlásnak a mikéntjén. Hát a zöldek ennek azért igyekszenek ellenállni, tehát az általad említett német kormánykoalíciós problémák abból is adódnak, hogy a 3 koalíciós párt, tehát a német szocdemek, a liberálisok és a zöldek több mindenben nem értenek egyet, mint amiben egyet értenek, hogyha egy kicsit le akarom egyszerűsíteni, ilyen a migrációnak a kérdéseit. És miután sokféle érdek van, ezért nagyon nehéz megállapodni a legtöbb európai tagállam számára elfogadható migrációs politikában. Erről is szól a mai meg a holnapi uniós csúcs, hogy ebben legyen további előrelépés.
Most van ehhez valamit? Hát mindenképpen szerintem vannak azért az országban jó páran, akik nem gondolják olyan nagyon jó embernek, vagy nagy tehetségnek Orbán Viktort. Én nem tartozom közéjük, szerintem fantasztikus talentumokat kapott, és például a migrációval kapcsolatos már jó pár évvel ezelőtti víziói, azok beigazolódni látszanak. Az lenne viszont jó, hogyha ezeket a talentumokat valahogy ő maga és a magyar társadalom is egészében, Magyarország, fogalmazzunk így, jól tudná használni. Tehát az egy dolog, hogy kinek volt igaza x évvel ezelőtt, vagy kinek volt igazabbja, vagy jobb a meglátása, de az, hogy ez miért vezet állandóan konfrontációhoz, miért állandóan ütközések lesznek, ez meg elvezet oda, hogy mindenből csatát akarunk csinálni. Tehát szerintem elindulhatna talán egy gondolkodás, össztársadalmi gondolkodás ahhoz, hogy talán nem valakinek vagy igaza van, vagy nincs igaza, ő neki van igaza, és akkor mindenki őt kövesse, helyett nézzük meg, hogy mennyi sok tehetség van ebben az országban, és ha például a miniszterelnök is közéjük tartozik, mi az, amiben őt mindenféleképpen érdemes támogatni és követni, és én is úgy gondolom, ahogyan te is fogalmaztál, hogy ebben a témában szerintem el kell ismerni a sok európai vezetőnek, hogy nagyon sok igazságot fogalmazott meg Orbán Viktor, éppen ezért szerintem például ebben a migrációs témában az eddigi mondjuk az ő félreállítása, vagy megpróbálni helyette szavazni, kiküldeni, kávézni helyett, egy kicsit komolyabban kéne venni őt, mint ahogy eddig vették, ha nem tudom, hogy meghallgatják a tanácsomat. Nyilván hallgatnak, néznek minket, hát ki tudja, hogy van magyarul. Az ülésnek, vagy kávészünet. Már csak azért is, tehát Orbán Viktor 2015-ös, 16-os álláspontját eléggé igazolta az idő. Igen. Jól látható az a nyugati országokban, hogy amennyiben sokféle gondolkodású, nyelvű, kultúrájú, vallású népeket, embereket összekutyulunk, összekeverünk, azt feldolgozni még egy nagyon fejlett politikai rendszernek is nagyon nehéz. Éppen Németország, hadd mondjuk egy újabb példát erre, most éppen a gázai, illetve a libanoni háború kapcsán látszik az, hogy az egyik kisebbség, tehát az arab érzelmű kisebbség és a hivatalos németországi álláspont között szakadéknyi különbség van, mert a palesztinok Németországban, meg az arabok, meg a törökök azt mondják, hogy Izrael népirtást követel a palesztinok ellen, míg a német kormány azt mondja, hogy nem erről van szó, pontosabban Izrael léte az Németország állami érdeke is. Most az ottani arabok álláspontja és a német kormány álláspontja között hidet építeni nem lehet, és ráadásul a németországi zsidó vezetők folyamatosan felhívják arra a figyelmet, hogy amióta a bevándorlás megnőtt, tehát amióta a muszlim népesség aránya többek között a 15-ös bevándorlási boom óta tovább növekedett, azóta az antiszemitizmus Németországban megnőtt, tönnő, és ez a mindennapokban is egy komoly problémát jelent. Orbán Viktor beszélt erről az Európai Parlament előtt egy héttel ezelőtt. Így van, és azt kell, hogy mondjam, hogy ebben van igazság. De az a hogy ez a helyzet, tehát a felmérések, ez nem kell fideszesnek lenni, tehát németországi felmérések, a németországi zsidó tanácsnak az elnök többször beszélt arról, hogy az antiszemitizmusnak a szintje nőtt, amikor a zsinagógák sincsenek mindig biztonságban. Hát próbálná ki valaki mondjuk Berlin Neuköllnben kipával közlekedni, nem biztos, hogy jó vége lenne. Fekete Győr András mindjárt a vendégünk lesz itt a stúdióban, de azért róla nélküle is beszéljünk pár mondatot, illetve hát nem is róla elsősorban, hanem az ügyről magáról, aminek a vége a felfüggesztett börtönbüntetés lett. Először felmentette a bíróság, másodfokon elítélte a bíróság, harmadfokon pedig jogerőre emelte a bíróság azt a döntést, ami az ő ítélete. Jogállami döntés? Hát biztos, hogy jogállami döntés, mert hogy valamiért ezeket a döntéseket a döntéshozóknak meg kell indokolniuk, tehát tudnak hivatkozni paragrafusokra, de nekem az jutott eszembe az egész kapcsán, mint hogy amikor mondjuk ágyúval lövünk verébre, csak hogy itt akkor egy ilyen fény ágyút próbáljunk szimbolizálni, vagy hogy elefántot csináltak a bolhából, és mondjuk mamutok csináltak elefántot a bolhából. Ezt azért mondom így, mert azért ennél sokkal-sokkal durvább dolgok történnek a magyar közéletben. Maradjunk csak Orbán Balázs legutóbbi megszólásánál, aminek mi lett a következménye? Hát Gulyás Gergelyt idézve, kb. Egy hétig rosszul érezte magát Orbán Balázs. Ehhez képest, hogyha rendvédelmi munkatársak felé eldobunk egy olyan eszközt, ami biztos kimerít mindenféle jogállami paragrafusokat, de nem kellett kórházba szállítani, úgy tudom, a rendőröket, nem történt
Nem talált el senki. Nem történt olyan személyi sérülés, ami tényleg a bűncselekmény kategóriáját úgy az embernek az erkölcsiségében kimeríteni. Ezért ilyen súlyos, ilyen mértékű büntetést kiszabni, ez messze a jogalkalmazási túlkapásnak tűnik, és tényleg az emberben valahogy az igazságérzet az most nagyon-nagyon megborul, hogy míg egyik oldalon állva nagyon súlyos dolgokért is ennyi nyár, vagy sokkal kevesebb, addig egy eldobott ilyen, nem tudom milyen eszközért, ilyen súlyos büntetést kell kiszabni, és ráadásul még elveszíti a parlami mandátumát is, nyilván erről majd ő fog részletesebben beszélni ennek a következményeiről, meg az ő döntéséről. Szóval, hogy ez olyan szinten tényleg túlkapás, ezt a szót tudom rá. És akkor még 2006-ot nem is említem, tehát hogy a ottani dolgokat. Aránytalanság. Én eléggé átszellemültem, és az elmém átment a múltba, a múlt ködébe. Ugyanis... Ajjaj. Hát bizony. Mennyire? Hát meglehetősen súlyosan, mert a képviselő egyik mondat engem nagyon megfogott, mert ő arról beszélt, hogy Magyarország egy újabb lépést tette az 1950-es évek felé, és a gondolataimban megjelent Rákosi Mátyás elvtárs, megjelentek a börtönök, a kínzókamrák, a körömletépések, és ha jól értem képviselő úrat, megyünk a felé egy lépéssel, de azt azért hozzá kell tenni, hogy a képviselő úr nem fog egy napot sem eltölteni a börtönben, hiszen felfüggesztett börtönbüntetés kapott egyfelől. Másfelől meg majd javaslom, hogy a képviselő úr vagy társai majd próbálják ki, hogy amerikai rendőrök felé fognak ilyen tűzcsóvát, vagy füstbombafélét, vagy német rendőrök felé eldobni, és próbáljuk ki, hogy ők is azt mondják, hogy rendben van, ez belefér a véleményben. Jól értem, ti nem értetek egyet. Hát nem teljesen, most. Nem teljesen, mert nekem van, senki nem kényszerítette a képviselő urat, hogy ott a tömegben, még hogyha ő maga nem is talált el senkit, ilyen kis játékbombát dobáljon a rendőrök felé, ez nem volt kötelező, tehát hangos kiabálással is kifejezett. Azért bombának ne nevezzük azt az eszközt. Jó, azért mondom, hogy ilyen játékszerűség, tehát valóban... Játékbolti darab, bár én azt olvastam, hogy a tettes társa, legalábbis ez szerepelt a bíróság ítéletben, az eltalált egy rendőrt. Tehát én nem vagyok benne biztos, hogy nálunk demokratikusabb országokban a rendőrség olyan nagyon megdicsérte volna Fekete Győr András. De a kettő között azért van különbség az egy év, két év felfüggesztett meg a dicséret között. Igen, tehát csak arra akartam utalni, hogy... Nem egy egyenes átmenet. Én nekem azzal is gondom van, hogy egy politikus átmegy aktivistába, tehát döntse el, hogy most aktivistát játszik, vagy komoly politikus. Szerintem ebben egyetértés van köztünk, tehát nincs kontradiktorikus legalábbis ellenkezés közöttünk abban, hogy megérte? Tehát, hogy mit ér el vele az, aki megdobálja? Ne dobáljunk rendőröket, tehát fejezzük ki, főleg egy politikus az éljen a parlamentarizmus eszközeivel, ha ilyet csinál, akkor kapjon büntetést. Én a mértékkel kapcsolatban fejezem ki a megdöbbenésemet egy olyan országban, ahol következmények nélkül nagyon durva dolgokat lehet elkövetni, ehhez képest ez nagyon túlzónak tűnik. Itt van Balogh Zoltán, ugye egy mondat erejéig, és utolsó egy-két percünket erre felhasználva, van egy feljelentés Balogh Zoltán elmarasztaló határozata kapcsán, amely feljelentés azt tartalmazza, hogy azt a dokumentumot, amely megszületett a zsinati bíróság határozata maga, azt valaki úgy írta alá, hogy nem tudta a tartalmát, és nem is látta azt. Ez egy nagyon erős állítás. Sőt, ennél van egy erősebb állítás, hogy valaki úgy szerepelt az aláírása, hogy ő nem tud róla, hogy ő aláírta. Az még szebb. És ugye azért szintlépés ez az eddigihez képest, mert ha jól értelmezem, eddig azért elsősorban Balogh Zoltán irányába indult a kritika, szerintem nem teljesen alaptalan és jogtalan kritika, de most már maga az egész református egyházi vezetés kerül a fókuszba, a középpontba, és ugye itt okirat hamisítás a vád, ami, hát hogyha más tételekről beszélgetünk, akkor ez nem olyan, hogy ki mit mondott. És nekem az jutott eszembe, hogyha tényleg csak rövid az időnk, hogy van egy ilyen popzenei slágernek egy sora, hogy ha megtettük volna, minden csak sírna. És ezt azért mondom így, mert a református egyház megtette azt, hogy egy korábban aktív vezető magyar politikust megtett egyházi vezetőnek. Amióta ez megtörtént, sorra, lehet, hogy ők másra számítottak, de sorra igazolódik, hogy ez egy nem volt jó húzás. De jön a pénz, most is jön a pénz. Nem éri meg? Nem hát, ebben mérik?
Hogy is, a költői kérdésnek veszem ezt, nem ebben mérik, és azt gondolom, hogy a református egyháznak most egy nagyon-nagyon komoly döntést kéne meghoznia. Meddig akarják még ezt csinálni? Ez részemről ez a költői kérdés. Köszönöm nektek, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen. Köszönjük.